Go! No! Felvon instalálva a Windows 10-es gyerekek. An update is being installed. OneDrive is being updated. Na hát most a Mobius ki is kapcsolhatom. Na de lássátok-e? Kérdezitek többen már, hogy a Mobius hogy teszem a fejemre. Hát így. Itt a fájpont. És egy tartó. Tálcacska az jön vele. Odafogatod. Felteszed, és kész. Csak állítgatod, lesz fél. Már rá akarod. Bányász, eh? Na jó. Windows! Tenye! Na nézzük. I'm Cortana, ask me anything. Hi Cortana, go to google.com. Na nem tud semmit, bazd meg. Here are some things I can do for you. I can remind you to do something. Blah blah blah. You can use your voice to give me talks, dictate messages or chat. Próbáljuk you can ski. Help you stuff, find stuff. Cortana, nem hallottam túl jókot rólad. De adok egy esélyt neked. Utána, hogyha nem már... Ja, most minden össze fog gyűjteni, minden információt, és elküldeni a Microsofthoz, s... Ja, inkább hagyjuk. Ja, search the webben Windows, hagyjuk a francba Cortana a nénédet. Na gyerekek, így néz ki az új menü. Hát szeretem, hogy visszaadták a rendes menüt. Mert azt a téglalkot nem nagyon szeretem. Hát lát, majd megszokom, de ha csak tégla van, azt nem szeretem. Így, hogy van rendes menü is. Így már egy kicsit jobb a helyzet. File Explorer. Oké. Okay. Hol van a computer? Na, látod, az alsó kockák nem látszanak teljesen, ez mi az? Lássad ki, a toolbar átakarja az alsó kockákat. Ja nem, le lehet scrollolni, te butus. Groove, OneNote, Office, Cortana. De hol van a computer? Hogy tudok jobb klikket tenni a computerre? Nem, nincs. Mi az? Kivettétek? Rahak a beleteket. Tényleg nincs. Ha ide teszünk egy jobb klikket. System. Oké. Okay. Ja, hát egy-két dolog más helyen lesz, úgy néz ki, azt majd meg kell szokni. Windows 10 Pro! Bang! 4 GB of RAM, 64 bit. Akkor... Innen direkt... még el lehet érni, ja, disk management, computer management, command prompt admin. Oké. Okay. Na, mit lehet még itt csinálni? Settings. Control panel most már nincsen. Settings van. Sticky notes, azt szeretem. Pin to start. Pin to taskbar. Oké, okay, snipping tool, az már oda van pinelve. Reflect. Settings. Tehát ez van a control panel helyett most, ugye? Ja, kicsit érdekes, másképp ilyen web 2.0-s nincsen a teteje, a fájlész, ugye elkülönítve, ugye egybe van minden.
És nem lehet átállítani, hogy mindent mutasson, én nem szeretem, mikor így kategorizálva van, mert többet kell kattintani, amíg odaérsz. Régi control panelnél le. Ugye át lehetett állítani, hogy mutasson large iconokat. Na. De itt nem látok semmi állítási lehetőséget. Na, ez amit nem szeretek már a store-ból. Tudjátok, miről beszélek, control panelben large icons vagy small icons, és akkor egy mutatta az összes opciót, könnyen megkaptad. Így most csoportosítva van, és egyel vagy kettővel többet kell kattintani. De végülis ez nem olyan nagy dolog, control panelben nem kell annyit mászkáljak én. És ezt majd meg lehet szokni. Oké. Okay. Jó van. Na. Egyéb még mit kell? Desktopon mit lehet csinálni? View. Ez nagyon nagyjából az ugyanaz, mint az előtt. Graphics options. Graphics properties. Milyen, meg sem néztem még a graphics properties-t. Full screen bevetetünk-e? Azt hiszem igen, úgyhogy láttok mindent, testbar meg mindent. Ja, hát letisztult. Fully charged. Na, mire kattintottam? Basic mode. Na, hol van az új izé browser? Microsoft Edge. Na, import your favorite Smith Cortana right on the web. Na, legalább a Google-t ismered. Windows 10-es. Cape Coral, Florida. Majdnem. Kicsit arrébb, de. Google Chrome. Google Chrome már fel van installálva. Mit lehet itt még csinálni? Hub. Favorites, History and Downloads. Hol van a izé? Hol lehet homepage-nek tenni? Na mindegy, úgyse fogom nagyon használni ezt. Tebeket meg lehet-e menteni. Hogyha becsukom az összes tebet, fogja emlékezni. Ó, de gagyi vagy, biztos valahol a beállításokba. Hol vannak a beállítások? Ez mi az? Settings. Choose a theme, light, open page, previous pages, tehát az előző oldalak. Open new tabs with top sites and suggested contents. How about the blank page? Favorites. Sync your content across all your Windows devices. Ez egyelőre nem kell. Oké. Okay. Homepage-et hol állítod be? Seriously, man? Annyi easy az opció? Settings. You advanced settings. Show the home button.
block pop-ups, use flash, bla bla bla. Na jó van. Kicsit lassú vagy helyes, miért ez a izé kereső jön be? Jó, ezt köbbet megkérdezzed ma. Az a baj, hogy az Edge-hez extensionök még nem nagyon vannak. Bing kereső. Hó kell állítani a keresőt. Rohadt Bingetek nem kell. Vagy Google-t. Advanced settings. Search! Hol van a search? Yeah. Google. Szerez default. Twitter remove. Bing. Ja, nem lát kitörülni se néz meg te. Az emberek. Na mindegy. Ha most kinyitjuk, akkor lám mi lesz elő. Miért ezt az oldalt adott be, mikor azt mondtam, hogy a Google tett be homepage-nek? Hm? Na jó, mindegy ezzel, majd átökölök ezzel. Na, a lényeg az, hogy menjen a... Ugye a screen recording programom megy, mert használom. Menjen a videokonverterem. Menjen a TeamViewer. De jaj, kicsit lassúbbnak tűnik, mint a hetes. És amúgy semmi előnyt nem látok benne, úgyhogy... Okay. Na mit lehet itt megcsinálni? File Explorer Settings, All Apps, Adobe Calendar, bla bla bla. Skype, video. Na jó van. Ennyi volt egy rövid teszt. Hát menjen. Szerintem egy kicsit lassúbb, mint a... Nem szeretem ezt a search bart itt alul. Search the web and windows. Hogy lehet kivenni a search bart innen. Search. Mutasson egy search icon-t. Nehogy még elmegy. Majd meg kell nézem itt miket lehet beállítani. Properties. Okay. Microsoft account. Hagyjál most. Na jó, hát majd próbálunk egyet konvertálni. És ilyesmit. Ja, az internet elég lassan ment ma se tegnap, úgyhogy na, próbáljunk elindítani egy videót. Bár nincs beállítva, hogy vegye a hangot is. New Jersey Governor Chris Christie. Oké. És becsukjuk, akkor ott fogja kinyílni. YouTube, Google.
Hát, oké. Nem olyan rossz az az Edge. Majd egy kicsit tesztelgessük. De hát ugye a Google Chrome az igazi. A Google Chrome-ból le kell vegyem azt az extension-t, ami... ami bekapolja a tebeket. Kicsit furcsán néz ki itt a fájléc, fehér és szürkelt fehérizé rések. Na, de mindegy, a lényeg az, hogy menjen. Na, oké. Hát most ennyi, menjek, már dolgom van. Kell vacsorát főzzek, spajok, és még egy-két videót publikáljak. Ó, igen, a Task Manager-re voltam még kíváncsi. Oké, hát olyan, mint a Windows Server 2012-ösnek. De mi eszi a izét, a CPU-t 50%-át? Screen Customatic? Ja, az eszik 21%-ot. Anti-malware. Ja, majd azt kell megnézzem a, ugye, programokat. Van-e olyan szemét, amit ki kell dobjak. Apps and features. Hol lehet leinstalálni dolgokat. Látok egy csomó új appet. Hopp. Hova tűnt a kamera? Wondering what's new? Start all apps, get started. Jó, de... Oké. Tehát akkor itt lehet modify vagy uninstall. Miket raktál fél nekem, lám? Money. Microsoft Money. Minek az nekem? Store. A store azt ott hagyom, mert ja, nem is lehet letörülni, de ha valamit ne talán fel kell le kell onnan töltsek. Weather, Microsoft Corporation. Ja, van dolgok, amit le se lehet törülni. Xbox, azt se lehet letörülni, pedig nekem nem kell aztán. Na mindegy. Megállítsuk most a screen recordingot. És bekapcsoljuk a Mobiust. Így mi. Nyomva kell tartani. Jön 3-4 másodpercet. Ugye állítottam be, hogy ne egyből kapcsoljon be. No.